Ukrán önkéntesek az életüket teszik kockára azért, hogy megmentsék a gazdáik által hátrahagyott állatokat. Nemrég a Donyecki régióban hajtottak végre egy akciót, amelyben csaknem 60 kutyát és macskát mentettek ki két frontvonalhoz közeli településről. Most abban reménykednek, hogy találnak befogadó családokat az állatoknak. Reméljük, hogy lesznek kedves, jó emberek, akik képesek lesznek befogadni egy ilyen kutyát. Ez egy nagyon aktív, szociális kutya. Az emberek a saját életüket kockáztatják, hogy megmentsenek egy kutyát, mondta Anna Dmitrieva, a háborúból mentett kutyákat befogadó menhely vezetője. A telepen jelenleg több mint 260 állat él, de nincs elég hely számukra, ezért a menhely vezetője arra kéri az embereket, hogy segítsenek nekik új otthont találni. A háború kezdete óta több százezer állatot hagytak hátra Ukrajnában a harcok elől menekülők.